Köszöntöm nézőinket a mai beszélgetésünkben Zsikó Zoltán, a Babics Mihály Kultúra Kulturális Központ igazgatója, a főszereplő. 2017-ben vettük át a Kulturális Központ vezetését, ugye egy gazdasági társaság formájában, és azt gondolom, hogy ahogy az idő telik, évre, évre bebizonyosodik az, hogy ez egy jó döntés volt, hiszen nem csak gazdaságilag működik hatékonyan az intézmény, hanem tényleg a menedzser szemléletű gondolkodásnak és a fiatalos lendületnek köszönhetően, amivel beleértem a az én ö, ö, szűk környezetemet is, a munkatársaimat, és azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon erős és nagyon jó csapatnak a, a munkájának az eredménye, amely csapatnak egyébként én is a, a része vagyok, és nyilván ö, igyekszem azokat a feladatokat ö, hatékonyan ellátni, amit nekem adott esetben vezetőként el kell ö, lássak. Ha visszagondolunk az elmúlt évekbe, tényleg olyan fellépőket hoztunk, akik, akik azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, hanem, hanem Európában is ismertek és híresek. A színházi évadokat meg tudtuk újítani, és például a színháznál egy kollégám az kifejezetten azért felel, hogy az országba járja azokat a színházakat, akik egyébként utaztatják a darabjaikat. Ugye ez azért nagyon fontos, mert gyakran megfogalmazódnak igények, hogy miért nem hozzuk mondjuk a Madács színházból az Isten pénze című előadást. És akkor ugye azt nyilvánvalóan nem kell tudja a lakosság, hogy ugye mi befogadó színház vagyunk, azokat az előadásokat tudjuk szexádon vendégül látni, akik egyébként utaztatják a darabjaikat. Tehát ez már önmagában azt jelenti, hogy szűkül egy picit a merítés, de ebből a merítésből szerintem ki lehet csemegézni, ki lehet válogatni a legjobbakat, és az elmúlt években arra törekedtünk, hogy tényleg a legjobb produkciókat hozzuk el. Jó szívvel mondhatom és azt tapasztalom, hogy a szexádi közönség most szerintem jóval elégedettebb a színházzal, mint az a korábbi években volt. Ez persze nem azt jelenti, hogy hátra dölni, és meg kell elégedni, és aztán nem kell többet ezzel foglalkozni, ez folyamatos napi szintű munkát igényel. Itt a színház számos olyan produkció mutatkozott be, akik, akik tényleg országosan elismertek, és talán még soha nem mutatkoztak be Szexárdon. Külön szeretném kiemelni azt, hogy a tavalyi esztendőben, illetve a 2018-as esztendőben Ókovács Szilveszter főigazgató úrral és a, ugye a Magyar Állami Operaházzal egy közös együttműködés keretében gyakorlatilag annak okán, hogy az Íbül Miklós palotát az Andrási úton a Magyar Állami Operaházat ugye felújítják, ezért vidékre kiköltözött a, 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 Magyar Állami Operaház, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az egyik ilyen vidéki helyszín szexárd volt, így aztán 2019-ben például Puccini gálát tudtunk szervezni itt a színházteremben. Egyébként négy előadást láthatott a szexádi közönség a Magyar Állami Operaháztól, és azt hiszem a legdrágább bérlet volt 6000 forint a négy alkalmas bérlet, így 6000 forint árultuk, úgyhogy abszolút profitábilis volt nekünk ez az együttműködés az operaházzal. Úgyhogy tényleg mondhatom azt, hogy az Experience produkción keresztül Zorán nagy koncertjén át, és egy picit most kinyitjuk a kapukat, hogyha ha visszagondolunk a, 2019-es esztendőből, hogy kik koncerteztek Szexárdon, Ákos, Nagyferó, Margaret Island, Hősök, Kowalski és Avega, Fenyő Miklós, Pápai, joci Révész Sándor, Tóth Vera, és még nagyon-nagyon hosszú a sor. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a magyar zenei piacon szerintem nincsen olyan művész, aki az elmúlt években eljárt volna Szexádon. Igen, itt közben kérdeznénk az operával és a színházzal kapcsolatban, hogy ezek szerint vevő szexárd közönsége a magas kultúrára? Én azt gondolom és azt vallom, hogy a szexádi közönség az egy nagyon igényes közönség, és én azt látom, hogy minden olyan produkciót el lehet adni szexádon, ami tényleg magas színvonalú és jó produkció. Olyan előadás biztosan nincs, ami mindenkinek tetszik, ugye itt mi bérleteket ö, ö, árusítunk, és, ö, és ö, biztos, hogy minden olyan bérletben van olyan előadás, ami adott esetben egy embernek a, az ízléséhez vagy közelben, vagy vagy kevésbé áll ö, közel. Tehát olyan, olyan előadás szerintem nincsen, ami mindenkinek tetszik, de azt elmondhatom, hogy tényleg a, a lehetőségekhez képest a legjobb előadásokat hoztuk el, és ö, én azt tapasztalom, és a kollégáim is azt tapasztalják, hiszen igyekszünk ezt folyamatosan mérni, hogy egyébként jóval nagyobb az elégedettség a színház irányába, és a bizalom a színház irányába, mint a korábbi években. Itt a fesztiválokra azért térjünk egy kicsit ki, mert hogy itt mindenféle rekordot megdöntöttünk az elmúlt években, itt gondolok a látogatottságra, a hatalmas a sztárfellépőkre, hát hogyan sikerült őket megnyerni, mert gondolom ez nem nem kevés pénzbe került. Hogy összesen mennyi rendezvényt szerveztünk az elmúlt években? 2019-ben itt a Babics Kulturális Központ csapata 4426 eseményt valósított meg 2019-ben. 4426 eseményt. Ebből következőleg nőtt a, a, a látogatók száma is. 2019-ben 387 ezernél is többen látogattak el ide a kulturális központ programjaira, és összesen azt lehet mondani, hogy a szabadtéri nagy rendezvényeken, ugye a Városi Retromajálison, a Hári János Mesefesztiválon, a Pünkösdi Halésvad ünnepen, a Szent István napon, a Szexád Városnapján, a Szexádi Szüreti Napokon, a Szexádi Adventen és a Városi Retroszilveszteren pedig több mint 121 ezer főt ö, ö, mérünk. Ez rengeteg. Igen. Ez rengeteg munkát is jelent, gondolom, itt a csapatra visszatérve. Igen, ez rengeteg. Igen, 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 ez rengeteg munka. A szabadtéri nagy rendezvények azok óriási súlyt tesznek ránk, hiszen azt gondolom, hogy ha országosan nézzük szexádot így a fesztivált térképen, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy a város méretéhez képest jóval nagyobb erőt mutat adott esetben a fesztivál életbe, és tényleg azt lehet mondani, hogy nekünk itt Szexárdon nem egy olyan fesztiválunk van, ami országosan híres, hanem ha, ha büszkélkedhetünk, ugye kezdhetjük azzal, hogy, hogy az ország legnagyobb gyermekfesztiválját ugye Szexárd szervezi, a, a Hári János Mese Fesztivált, ugye, amelyet Városmarketing gyémán díjjal is elismertek nem olyan régen, ez egy olyan kétnapos fesztivál, amit azt gondolom, hogy nem kell bemutatni a szexádiaknak, de tényleg a legnagyobb városokkal vetekedik, és azt gondolom, hogy egyébként ez a legnagyobb gyermekfesztivál az országban. De hogyha megnézzük a Pünkösdi Hal és vad ünnepet, akkor tényleg arra is azt lehet mondani, hogy egy, egy, olyan oszlopos fesztivál itt a Dunántúlon, amely tényleg egy meghatározó gasztronómiai fesztivál, és hát nem beszélve arról, hogy Magyarország legnagyobb vidéki borfesztiválját ugye mi szervezzük, a szexádi szüreti napokat, amely azt gondolom, hogy tényleg önmagáért beszél, mind, mind, előadók tekintetében, mind infrastruktúrálisan, mind pedig látványba, és mind pedig minőségébe. És nagyon büszke vagyok arra, hogy a Pünkösdi Hal és Vadünnepet, illetve a Szexádi Szüreti Napokat a Magyar Fesztivál Szövetség nem olyan régen minősített fesztivál címmel ismert el, ugye nemrégiben vettük át ezt a díjat Márta István elnök úrtól és Rétvári Bence államtitkár úrtól ezt az elismerést, és egyébként nagyon büszke vagyok arra, hogy a 2019-es esztendőben soha nem látott mértékben ismerték el díjakban is a, a munkánkat. Ugye minősített közművelődési intézmény címet kaptunk az Emberi Erőforrások miniszterétől. Azt tudjuk, hogy körülbelül mennyien látogattak ki a születi fesztiválra? Természetesen uh, uh, tudjuk, 70 ezer főt uh, mértünk a, az idei szexuális napokon. Hát ez nem csak jó hír, hanem ugyanakkor hatalmas munka is. És én úgy tudom, emlékszem arra, amikor még a Pünkösdi Hal és ünnep kapcsán beszélgettünk arról, hogy lassan kinövi a várost ez a sok rendezvény. Ez tényleg így van? Lehet, hogy nem leszek szimpatikus ezzel a mondattal, de én azt gondolom, hogy sokkal több fesztivál van egyébként ebben a városban, mint ami az indokolt volna. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy át kellene gondolni tényleg azt, hogy melyek azok a fesztiválok, amelyek tényleg erősítik, a, a, várost, és erősítik a közösséget, és melyek azok a fesztiválok, amik, amik egyáltalán nem indokoltak adott esetben, hogy megrendezzük. Ez most egy, Mondaná egy példát. Nyilván ez egy következő beszélgetés, és nem biztos, hogy most itt bele kellene menjek ebbe. Tehát az biztos, hogy szexedi születi napokat rendezni kell. Szerintem az is biztos, hogy Hári János Mese Fesztivált rendezni kell. Az is biztos, hogy Pünkösdi Fesztivált rendezni kell. Nyilvánvalóan a Szent István nap az, 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 a magyar álmalapítás ünnepe, tehát nem kérdés, hogy meg kell rendezni. Valamilyen formában szerintem egy adventi forgatagot is kell szervezni, de én azt gondolom, hogy akkor itt én húznék egy vonalat, és az összes többi véleményem szerint a jelenlegi formájába átgondolást igényelne. Hogyan? Hát a hogyan, az majd, az majd a jövő zenéje, azt, majd, azt majd, át kell gondolni, hogy, hogy egyáltalán legyen -e, vagy ne legyen. Ez nyilván egy szélesebb társadalmi réteget, és, és nyilván a városvezetőkkel közösen kell ezt a döntést meghozni. Ezt nem én egy szemében kell, hogy meghozzam ezt a döntést, de javaslatot szakemberként azt gondolom, hogy tehetek, és fogok is Tenni, és ha már itt tartunk, ugye a finanszírozásnál. A szponzorokra és a pályázati Igen. forrásokra kérdeznénk Igen. rá, hogy hát hogyan sikerült ekkora nagy sztár fellépőket idehozni Szexárdnál. Mondhatom, hogy egy teljesen jól működő párbeszéd van a kulturális központ és a, a szexárdi gazdasági élető szereplői között. És azt gondolom, hogy az országban egyedülálló az a fajta marketing csomag, meg az a fajta támogatási rendszer, amit mi a város vezetőivel kigondoltunk, és azt gondolom, hogy példaértékű az a teljesítmény, amelyet a szexádi vállalkozások beletesznek adott esetben forintálisan a rendezvényeinkbe hogyha ha egy picit a szponzori bevételeket mondjuk konkrétan nézzük, akkor 2017-ben 21 millió forinttal támogatták a szexádi vállalkozások a rendezvényeinket, tehát 2017-ben 21 millióval, 2019-ben pedig több mint 40 millió forinttal támogatták, tehát gyakorlatilag megdupláztuk a, a vállalkozásoknak a támogatását, köszönet érte. Hát ha már bevételi források, az árusítók részéről mennyi bevétel érkezett a városhoz a rendezvényeken? Hogyha a területhasznosítási bevételeket még számszerűsíteni kellene, akkor 2017-ben nagyságrendileg olyan 25 millió forint bevétele volt a, a, a cégnek a területhasznosításból, ugye ezek a különféle vásáros, éttermes bevételek. Most 2019-ben pedig több mint 31 millió forint volt, tehát azt lehet látni, hogy alapvetően 6 millió forinttal, durván 6-7 millió forinttal emelkedett egyébként, tehát itt is azért egy növek, növekedéssel tudunk számolni. És én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a fesztiváljainkat, különösen a nagy fesztiválokat, mint a Pünkösdi Hal és Vad ünnep, illetve a szexádi szüreti napoknak az arculatát és az infrastruktúráját tényleg a legjobb ö, ö, szemlélet szerint, és a legjobban próbáljuk meg ö, kialakítani. Így azt gondolom, hogy ö, például nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a szüreti napokon ö, egységes arculattal, egységes faházakba, fizikai határokkal ö, tudnak ö, kitelepülni az árusok. Ugye korábbi években azt láthattuk, hogy ö, a válsági hangulat az nagyjából olyan volt, hogy mindenki kinyitotta a kis asztalkáját, nem nagyon voltak fizikai határok, nehéz is volt egyébként ezt szabályozni, vagy mindenki hozta a saját maga ilyen-olyan faházát. És én azt gondolom, hogy, és hát a visszacsatolás is az, hiszen minden egyes fesztiválunkon vannak olyan látogatók, akik adott esetben a Magyar Fesztivál Szövetségtől elkezdtek ilyen különféle minősítési eljárásban veszünk részt, és tényleg mindenhol pozitívumként emelik ki a fesztiváljainknak az arculatát, és azt, hogy rendezettek a fesztiváljaink, és nagyon büszkék vagyok arra, hogy az idei évtől például a, a takarítást is egy egészen másfajta szemlélettel kezeljük, és tényleg azt lehet mondani, hogy a, a legnagyobb fesztiváljainkon nem nagyon lehet szeméttel találkozni, tehát például a szexuális születi napokon én azt gondolom, hogy Teljesen tiszta rendezet volt a fesztivál, mi erre külön forrást biztosítunk. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy akik ide érkeznek és akik itt élnek Szekszárdon, és a fesztivál résztvevői azok azt érezzék, hogy egy igényes, minőségi rendezvényen vannak, ahol biztonságosan és jól érezhetik magukat, és önfeledten tudják kóstolni a, a kiváló borászaink borait. Ugye itt a 19-es év az egy picit újdonság volt a születi napok tekintetében, hiszen a Béla Király téren alapvetően egy olyan szemléletet hoztunk, ezt is természetesen a piaci életszereplőivel, a borászokkal közösen, a vendéglátókkal közösen és a lakosokkal közösen fogalmaztuk meg azt, hogy a Béla Király teret egy picit intimebb hangvételűre kellene venni. És a lakosság igénye pedig az volt, hogy... Éjfélkor, ha lehet, akkor hagyjuk abba a nagy hangzavart, hiszen a belvárosban élnek, a belvárosban élőket figyelembe kell venni, így aztán éjfélkor az utolsó színpadi produkció is véget ért. És tényleg azt lehet mondani, hogy a Béla király téren, illetve a megyeház udvarán lévő színpadon a népzene, a világzene, és a jazz legnagyobb művészeit, legnagyobb alkotóit hoztuk el, és itt pedig a Szent István téri nagy pedig azokat a produkciókat valósítottuk meg, akik tényleg az igazán nagy tömegeket vonzák, és akik alapvetően a fesztivál hangulatot és a fesztivál, a legnagyobb fesztiválok hangulatát keresik, ugye ők hallhatták Kovaszki és a Vegát, vagy a Republikot, vagy Ákost, és még sorolhatnám hosszas hosszasan. Igen, nagyon széles spektrumon mozgott a kézműves termékeknek a tárház, amiket meg lehetett vásárolni a szexuális születi napokon, nem úgy, mint most az adventi vásáron. Ez miért alakult így, hogy most más helyszínen van, nagyon kevés az árus? Mi az oka? Tehát ugye alapvetően ö, ha visszanézünk az elmúlt évtizedekre, akkor maga a helyszín, a Szent István téri helyszín, az nem egy idegen helyszín, tehát adventi vásárt egyébként a Szent István téren korábban mindig rendeztek. Rendeztek a Garai téren is vásárt, és természetesen az elmúlt években rendeztek a Béla király téren is vásárt. Ugye én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz adventi vásár, hanem ez egy más adventi vásár. Ez egy teljesen más hangulatú adventi vásár, mint a Béla király de én azt gondolom, hogy semmiképpen nem nevezhető rossznak. És azt gondolom, hogy egy picit mondjuk gazdaságilag mögé nézünk, akkor, akkor alapvetően kettő különbség van gazdaságilag a Két adventi válság között, azt, hogy ezt minimális erőforrásból, anyagi erőforrásból valósítottuk meg, a régi, illetve a tavalyi adventet pedig hát elég komoly összegekből finanszíroztuk, és azt gondolom, hogy felelősen akkor lehet gondolkodni, és felelősen akkor lehet céget vezetni, hogyha alapvetően addig nyújtózkodunk, amíg a takarónk ér. És amit akarunk, az az, az gyakorlatilag felelősen idáig ér. És azt mondhatom... Tehát anyagilag ér... akkor nem érte meg, hogy a Béla Királytéren rendezték meg az adventi A Béla Királytéri adventi vásár az, az egy óriási költségvetésű rendezvény volt, és ennek ellenére azt tapasztaltuk, és szerintem ez bármelyik árus tanúsíthatja, hogy a Béla Királytéren, mivel minimális az átmenő forgalom, ezért az árusoknak nem éri meg kitelepülni. Tehát például az idei adventi forgatagnak úgy futottunk neki, hogy gyakorlatilag az árusok 75-80%-a kijelentette, hogy nem fog részt venni a Béla király téren, mert ez neki nem éri meg. Két helyszínt javasoltak az árusok, a Garai teret, illetve a Szent István teret, ahol most van az adventi forgatag, azért, mert itt lényegesen nagyobb az átmenő forgalom, és ebből következően lényegesen nagyobb bevételre számítanak, mint a Béla király téren. De természetesen az újításnak és a jobbításnak teljesen a pártján állok, de azt gondolom, hogy, hogy sok szempontból át kell ezt vizsgálni. Itt azért kijön a beszélgetés során, hogy nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, amikor egy-egy kulturális rendezvényt megrendeznek, illetve döntenek róla. Mi az, ami a leginkább? dominál egy egy ilyen döntésnél, hogy például egy születi fesztivál hogyan nézzen ki, mondjuk egy adventi forgatak, hogyan nézzen ki? Egy születi fesztiválnál például ö, nagyjából egy évet ö, vesz igénybe az, hogy ö, Mindenkori ö, enged, hatósági ö, eljárásokat figyelembe és engedélyeket, engedélyeztetéseket figyelembe véve, a biztonságtechnikai követelményeknek ö, megfelelve, a különféle ö, higiéniai követelményeknek megfelelve, és ö, tényleg számos-számos olyan ö, pontját tudnám felsorolni a fesztiválnak, ami, ami egyébként már. Ö, ö, Minket arra sarkal, hogy egy évvel azelőtt elkezdjük szervezni a rendezvényt. Nagyon-nagyon, mivel ez is egy szakma, bár viccesen szoktam mindig megjegyezni, hogy Magyarországon a politikához, a kultúrához és a focihoz mindenki ért. De a kultúra is egy szakma, és nagyon komoly háttérmunkák vannak abban, hogy egy fesztivált adott esetben sikeresen tudjunk lebonyolítani. Olyan szempontok, amiket szerintem nagyon sokan nem is gondolnának, és addig, amíg megy egy színpadi előadás, addig számos olyan, feladatot kell adott esetben megoldani, amit tényleg adott sokszor a legmegészebb álmukban nem gondolnának a, a, látogatók. És ugye a legfontosabb az, hogy biztonságosak legyenek a fesztiváljaink. Ezek is óriási nagy, ugye kiemelt fesztivál a szexedi napok, kiemelt látogatói számmal, tehát ez a legmagasabb fokú biztonsági követelményeket követeli egyébként meg nagyon-nagyon sok szempont érvényesül, nyilván gazdasági szempontok érvényesülnek, nyilván különféle piaci szempontok érvényesülnek, nyilván nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy olyan fellépőket tudjunk elhozni, olyan fellépőket tudjunk tárgyalásokat folytatni, akik újdonságot hozhatnak a városba, akiket a szexeldi közönség nem érhet el csak úgy. De tényleg én, én összeírtam 2019-ben, hogy kik voltak itt szexedon, csak hogy tényleg egy picit így végigfussunk rajta. Tehát Ákos, Geszti Péter, Kovalszki és a Vega, Nagyferó, Fenyő Miklós, Zorán, Pápa Joci, Margaret Island, Hősök, Republik, Supernam, Charlie, Király Viktor, Márko Markovics, vagy a Cotton Club Singers, vagy az Experience, vagy Révés Sándor, Tóth a Budapest Jazz Orchestra, és nem említettem a Népzenei élet kiválóságait, Pál István Szalonna és Bandája, Balok Kálmán, vagy az Experience, vagy bocsánat, nem az experience hanem az Essencia produkciót, és még nagyon-nagyon-nagyon sokan másokat. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy aki szexárdon nem találja meg a kedvére valót és azt a fellépőt, akit egyébként szerintem nagy százalékban ingyenesen, díjmentesen elérhet, az, az szerintem sehol máshol világban nem találná meg a, a helyét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy büszkék lehetnek a szexádiak arra, hogy ilyen kiváló rendezvényeik vannak, és azt gondolom, hogy büszkék lehetnek arra, hogy egy ilyen élhető városban élnek. Igen, azért kicsit a vége felé kitérnék itt arra, hogy azért ön népzené, népzenészként lett híres. Mennyi ideje jut erre a kulturális igazgatói teendői mellett? hogy a Zsikó Zenekar jövőre tíz éves, és amikor elgondolkodtam azon, hogy egy picit hátrébb kéne lépjek az együttesemből, és egy picit a hugomra, zsuzsira kellene jobban áttolni a feladatokat, akkor rájöttem arra, hogy ezt megtehetem, de nem a tizedik, évi jubileumunk alkalmából, de jövőre, mi, január 24-én a Bátaszéki Sportcsarnokban egy nagyszabású új évköszöntő gálával készülünk, amely egyébként egy tíz éves jubileumi nagyszabású koncertünk is lesz. Star vendégek lesznek, többek között Pápai Joci, a Bartina néptánc együttes, Pál István szalonna, de velünk lesz Revicki Gábor, Kossuth Díjas művész is, és még sokan mások. Tehát összességében a jövő év az biztos, hogy még Zsikó arral aktív évem lesz, hát egy tíz éves jubilóm, szeretném ezt tényleg maximálisan ő kitölteni. Összességében tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés szabad pillanata van a, az életemnek, de nagyon szerencsés vagyok, mert semmi olyan nem foglalkozom, ami egyébként ne az én döntésem volna, semmi olyat nem kell csináljak, és nem csinálok, ami egyébként ne, ne, ne szívemből jönne, vagy ne, vagy ne inspirálna, vagy ne doppingolna, vagy egyébként amit ne csinálnék szívesen. Sokat dolgozunk, de sokat dolgozik mindenki itt a kulturális központban. Nagyon sokat dolgozik a, a helyettesem. Kovács Zsan igazgatóhelyettes, nagyon sok feladata van, rengeteget segíti a, a munkámat, számos feladatot együtt igyekszünk megoldani, és hát természetesen számos kiváló kollégám segíti őt ebben a, a munkában. Úgyhogy külön köszönöm minden munkatársamnak, minden kollégámnak azt, hogy tényleg számukra Tornamegye kulturális élete az első. Ezért hálás vagyok, és ezért nagy köszönet, és természetesen nagyon köszönöm a városvezetőknek, nagyon köszönöm a szexárdi közönségnek, és nagyon köszönöm a, a piaci élet és a gazdasági élet szereplőinek, hogy ilyen ö, széles ö, ö, vállal állnak ö, mellettünk. Köszönöm szépen Zsikó Zoltának, a Babics Mely kulturális Központ igazgatójának a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmét. Viszontlátásra!